Ismét közeleg a Black Friday, vagyis a fekete péntek, amikor az üzletekben egy napig a megszokottnál nagyobb kedvezménnyel tudnak vásárolni. A tengeren túli kezdeményezés évek óta egyre elterjedtebb hazánkban is. Az amerikai hagyomány szerint a vásárlás ünnepének titulált nap minden évben a hálaadás utáni első péntekre esik. Így a karácsonyi vásárlási lázat egy egynapos akciós nappal indítják el az áruházak. A tengeren túlon sokszor már nyitás előtt órákkal a boltok bejáratai előtt állnak a vevők, és az sem ritka, hogy egy-egy terméken akár össze is verekednek a boltokban. Ez annak köszönhető, hogy bár átlagosan 30-40%-os árukedvezményeket kínálnak az üzletek, de sokszor akár 80%-os is lehet az akció. Magyarországon leginkább a webáruházak csatlakoznak a fekete péntekhez, idén ez hivatalosan november 23-a. Leginkább műszaki boltok kínálják a különböző kedvezményeket, a legnépszerűbb megvásárolt termékek közé tartozik a tévé és az okostelefon. Az egyik online áruházban egy nap alatt mintegy 6000 okostelefont, 2500 porszívót és 2000 televíziót, valamint 1000-1000 játékkonzolt, valamint laptopot vásároltak az egyik Black Friday napon. A kedvezményes napon több ezer terméket vásárolhatnak meg olcsóbban. A fekete péntekre regisztrált magyar áruházak listája a www.blackfriday.hu-n érhető el. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Görömbeiné dr. Balmasz Katalin, a megyei békeltető testület elnöke. Kezdet csokolom. Jó estét kívánok. Léteznek akciókról szabályok? Tehát ilyet szabályoz a törvény? Bizonyos szabályok vannak a kereskedelmi törvényben, hogy ha valaki meghirdeti az akciót, akkor valóban az áruház nyitás, akkor kell abból a termékből lennie. De lényegében ennél a fekete pénteknél ez nem mérvadó. Inkább az, amire oda kell figyelni, hogy amikor egy ilyen akciós vásárlásra készülünk, akkor már előtte tájékozódjunk korábban. Tehát már az akció megkezdése előtt lehetőség van arra, hogy vannak ezek az árösszehasonlító weboldalak. Nézzük meg, hogy teljes áron mi az a legkisebb összeg, amiért meg lehet kapni azt a készüléket, például egy tévékészülék esetén, amit kinéztünk. És akkor, ha az akció esetén ettől kevesebbért meg tudjuk szerezni, akkor érdemes az akció keretében megszerezni. De sajnos van olyan felmérés, civil szervezetek, fogyasztóvédelemmel foglalkozó civil szervezetek végeztek egy olyan felmérést, hogy egy bizonyos televíziót végigkövettek, hogy nyáron, tavasszal megnézték az árát, tehát egy fél éven keresztül. Tavasszal megnézték az árát, nyáron megnézték az árát, és azt tapasztalták, hogy tavasszal a készülék ára 250 ezer forint volt, nyáron ez lement egészen 150-160 közötti összegre, majd jött a fekete péntek, akkor felment újra ilyen 180 ezerre, és akcióba azt mondták, hogy meg lehet venni 170 valahány ezerért. Tehát tulajdonképpen, ha valaki nyáron vette volna meg azt a készüléket, olcsóban meg tudta volna vásárolni, mint a bizonyos akciós napokon. Tehát érdemes tájékozódni, lehet, hogy éppen az akció nem is akció, vagy hogyha valaki szeretne egy terméket megvásárolni, hát mondjuk azért eléggé előretekintőnek kell lenni e tekintetben, hogyha megfelelő áron szeretné, mert akkor akár nem árt a hónapokkal előtte már azt a kiszemelt terméket megnézi ár tekintetében. Fő tanács az, hogy ne hirtelen felindulásból vásároljunk. Legyünk mindig tudatosak, és tájékozódjunk, mert a tájékozott fogyasztót nem lehet úgy átvágni, mint az, aki nem néz utána a dolgoknak. Mert azokat a fogyasztókat sokkal könnyebb megvezetni, becsapni, és azokból lesznek az elkeseredett emberek, akik hozzánk fordulnak a békeltető testülethez. Az önök tapasztalatai szerint olyan előfordul, hogy meghirdetnek egy terméket akciósan, és akkor hoppá, kiderül, hogy valahogy nagyon-nagyon hamar elfogy a készletből. Igen, ez áruházi értékesítésnél gyakori, bár most már egyre inkább tapasztalható az pont a fogyasztóvédelmi ellenőrzéseknek a hatására, hogy az akciós újságokban látom feltüntetve, hogy áruházanként 3-4 darab akciós készülék található például egy bizonyos áruháznál. Tehát minden esetben az a célra vezető, hogy ha bármiféle akcióba
belegabajodunk, akkor ne mindenképpen ragaszkodjunk ahhoz, hogy pontot vesszük meg, hanem inkább nézzünk széjjel, mert lehet, hogy egy másik helyen ugyanazt a szerelembe esett készüléket meg tudjuk vásárolni esetleg olcsóbb áron is. Olyan pedig létezik, hogy esetleg mondjuk az adott áruházban nincs az az akciós termék, mert hogy elfogyott, de amúgy előjegyzést lehet venni, vagy valami ilyesmi. Igen, ilyenre ilyen is van lehetőség. De természetesen, amíg ki nem fizettük a készülék, illetve a megrendelésünket, és nem érkezett meg az áru, az alatt az idő alatt is lehetőségünk van lemondani ezt a megrendelést, hogyha olyan értesítést kapunk az áruháztól, hogy nincs ez a készülék, tehát nem vagyunk kötelesek elfogadni helyette azonos típusú más készüléket. Mi a tapasztalat mostanság egyébként, ez a Black Friday, tehát a egyáltalán tényleg Black Friday? Mert én azért hallottam ilyen szavakat is, hogy ez igazából Amerikában Black Friday, ott vannak igazán nagy akciók. Mi magyarok már egy kicsikét sajátosan értelmeznénk ezt a napot. Igen. Olvastam, hogy a gazdasági versenyhivatal például tavaly egy ilyen elég nagy webáruházat megbüntetett azért, mivel hogy úgy hirdette a reklámjaiban, hogy 80%-os árkedvezmény, és utána olyan közkedvelt készülékeket mutatott, és pont azokra a készülékre nem vonatkozott a 80%-os kedvezmény, tehát itt megtévesztő kereskedelmi reklám miatt. Tehát minden esetben az a célra vezető, hogy egyrészt tájékozódjunk arról, hogy ez a bizonyos, mert legtöbbször nálunk Magyarországon egyrészt az internetes áruházaknál van ez az akció, mint ahogy a felvezetőben is elhangzott. A másik dolog pedig, hogy nem korlátozódik egy napra nagyon sok esetben. Most, ahogy egyre több év telik el attól kezdve, hogy átvettük ezt az akciós szokást, úgymond, egyre több esetben azt látom, hogy van olyan, hogy 3-4 nap alatt is, tehát 4 napra is kitolódik ez a kedvezmény. Nem mindenki pont november 23-án csinálja. Most már még akár pénzügyi termékekre is láttam ilyen hirdetéseket. És a dolog lényege, hogy nagyon széles az a kereskedői kör, aki ez alatt az idő alatt szeretne tetemes haszonra tenni. És pont az a fogyasztónak a felelőssége, hogy próbáljuk kiválasztani ebből a körből a tisztességes kereskedőket. Tehát online vásárlás esetén hogyan lehet? Igen. Tehát minden esetben a jogszabályok előírják a szabályosan működő online áruházaknak, hogy egyrészt fel kell tüntetni a online felületen elérhetőnek, láthatónak kell lennie, hogy hol található ez az online áruház, hol van a székhelye, hol lehet vele kapcsolatba lépni. Ez nagyon fontos, mert hogyha például megrendelek egy terméket, ki is fizetem, mert olyan a ajánlata az áruháznak, és később nem kapom meg, és akkor utána azt se tudom, hogy hol van ez az áruház, és eltűnik az internetes felületről, tehát akkor itt csalás áldozata lettem. De ha egy megbízható áruházzal vagyok kapcsolatban, és mondjuk megérkezik a termék, de mondjuk nekem nem tetszik, az akciós időszak alatt is él a 14 napos elállási lehetőség. Nem jó a méret, nem jó a szín, nem ilyennek gondoltam. Indoklás nélkül elállhatok írásban. Az áru egyidejű visszaküldéséről és a visszaküldés költsége ilyen esetben a fogyasztót terheli. De ha nem tudom, hogy hova kell visszaküldeni, vagy ha az áruház azt mondja, hogy ő nem ismeri az elállás intézményét, akkor gondba vagyok. Vagy ha ne adj Isten hibás egy termék. Ezekben az akciós időkben is ugyanúgy vonatkozik a jótállás, ha jótállásra köteles a termék, illetve a szavatosság. Tehát a hibás termék esetén ugyanúgy jogom van élni, hogy javítsák ki, cseréljék ki, vagy vételárat fizessék vissza. Tehát ezeket a jogokat, ha kizárják, akkor az már eleve szabálytalan. Ez egyébként továbbra is problémát jelent? A piac nem szűri ki az ilyeneket mostanság? Hát egyre gyakoribb az, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságok ellenőrzik ezeket az áruházakat, tehát így egyrészt kiszűri, másrészt azok az áruházak, amik valóban csalás, tehát egyfajta bűncselekmény útján próbálnak a fogyasztókon nyerészkedni, azt a megint csak a pénzügyi hatóságok szűrik ki, vámhivatal, rendőrség.
Tehát ritkul vagy tisztul a piac, de azért mindig akadnak, és mindig van, hogy valaki ebbe belefut. Még egyetlen egy dolgot hadd kérdezzek, ez a kiszállítási idő, hogyha én online rendelem meg, itt van-e valamilyen határidő, ameddig ki kell, hogy szállítsák, és nem teszem azt hónapokon, fél éven, éveken keresztül arra várni, hogy megérkezik. Jó, hát ez egy durva példa igen, volt az év. Igen. Hát itt mindig attól függ, ugye, amikor vásárolunk, akkor itt egy fogyasztói szerződés jön létre. A fogyasztói szerződésnek része nem csak az, hogy én megveszek egy árut, és azt kifizetem, milyen körülmények között fizetem ki, hogyan fizetem ki, előleg, utólag fizetek-e szállítási költséget, vagy nem, stb. Ezek része a szerződésnek, és ugyanúgy része a szerződésnek az is, hogy hogyan történik az árulnak a hozzám történő eljuttatása. Ez legtöbbször futásszolgálattal történik. Ebben a szerződésben annak is tartalmaz, tehát azt is tartalmaznia kell, hogy hány napon belül kapom meg ezt a szerződést. Természetesen az igazi profi webáruházaknál utó lehet követni ezeket a dolgokat. Én értesítést kapok arról, hogy a futáráruházhoz vagy futárszolgálathoz már leadták. Onnantól kezdve már a futárszolgálatnál érdeklődhetek, hogy hol tart a csomagnak a kézbesítése. Tehát azért mondom, hogy igazán érdemes egy profi áruházból vásárolni, mert akkor mindezt nyomon tudom követni, és nem érhet csalódás. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm a lehetőséget.